itt van mögöttünk egy 20. század, ahol egy első világháborúban tönkretették a második német birodalmat. A második világháborúban tönkretették a harmadik német birodalmat. Kurszknál az akkori kor legfejlettebb, a leopárdok elődjei, a tigris páncélosokat verték rommá az egyébként sokkal rosszabb orosz, illetve akkor még szovjet harckocsik. Moszkva alatt a lövészárokba fagytak bele, 200 000 magyar baka lett oda a Donnál. Nem, semmi lecke nem elég? Hát úgy látszik. Mari, hogy lehet így létezni? Úgy látszik, hogy nem, és úgy látszik, hogy amikor döntenek arról, hogy oda kerüljenek-e az újabb szállítmányok, a páncélosok és a többi dolgok, akkor Németország nem szuverén államként viselkedik, és ezért is mondtam, hogy nem létezik. Mert lehet, hogy még ott van, lehet, hogy még van gazdasági ereje, lehet, hogy még van kormánya, de milyen szuverén döntése van egy német kancellárnak, akkor azt mondja, hogy ha a többiek is szállítanak, akkor mi is szállítunk. Mert ez volt a válasz. És amikor az amerikaiak azt mondták, hogy jó, akkor mi is adunk 30 tankot, akkor azt mondták, jó, akkor mi is szállítunk. Szóval, tehát továbbra is fönntartom azt, hogy sem szellemi, sem erkölcsi értelemben, sem pedig a szuverenitás értelmében nem látom, hogy létezne még Németország.